Köszönöm kedves nézőinket, önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. március 21-én este 7:30-tól. Elfogadták az előterjesztést, eladásra került a Harkányi üdülő. Dr. Törökné Mozárt Györgyi volt a hetedik vendég. A logikai játékok mestere mutatkozott be. Borral csalogatnák térségünkbe a jó időt, tavaszi pincenyitogatóra várnak Hajóson. A március 12-i rendkívüli testületi ülésen sürgősségi javaslat alapján napirendként szerepelt a Harkányi üdülőre érkezett vételi ajánlat és annak elfogadása. Az ingatlan eladását végül 9 igennel megszavazták. Egy régebbi előterjesztés alapján a március 12-i rendkívüli ülésen Kalocsaváros képviselő testülete újra tárgyalta a Harkányi üdülővel kapcsolatos előterjesztést, miszerint az önkormányzat tulajdonában álló üdülő eladásra kerüljön. Vételára az ajánlatban 2 millió 800 ezer forintért van megjelölve, az ingatlant az ajánlattevő lakóingatlanként kívánja megvásárolni. A döntés előtt Simon Zoltán önkormányzati képviselő szót kért a témával kapcsolatban. Örömmel láttuk, hogy az összeg szépen folyamatosan emelkedik, és fontosnak éreztük az állásfoglalásunk előtt, hogy most nagyon alaposan megpróbáljuk körüljárni a témát, hogy hogyan lehet fenntartani innen ezt a Harkányi üdülőt, és hogy milyen állapotban van. Műszaki állásfoglalást és műszaki leírást is kértünk, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy nekünk is az a véleményünk, hogy talán az a legcélszerűbb, hogyha eladjuk ezt az üdülőt, hiszen nagyon körülménye. Az üdülő nincs olyan állapotban, vagy legalábbis nincs nagyon megfelelő állapotban, elég sok pénzt kellene rákölteni, ez nem vitás, és ha nem adja el az önkormányzat, ez folyamatosan tovább romlik. A képviselő hozzátette, hogy ugyanakkor körülményes lenne innen Kalocsáról ezt az üdülőt fenntartani, üzemeltetni és működtetni, ezért ő is megfelelő előterjesztésnek véli az eladást. A témához a pénzügyi és a gazdasági bizottság is hozzászólt, akik szintén támogatták az értékesítést. Dr. Bálint József polgármester végül szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. Aki egyetért az eladáshoz, kérem igen, ezt szavazom. Kilenc igen, elfogadtuk, köszönöm szépen. Egy nagy tehertételtől szabadult meg a város. A sikeres nők a városban és környékén utolsó előtti előadásán dr. Törökné Mozárt Györgyi volt a vendég, a Logikusak Egyesületének vezetője. Elmondása szerint soha nem gondolt magára, mint sikeres nőre. Viszont a siker mégis nagyon fontos az életében. Olyan szempontból fontos, hogy a velem kapcsolatba kerülő gyerekeket szeretném én a siker útjára eljuttatni. Tehát mindig az volt a fontos, hogy azt kitaláljam, hogy a saját gyerekeim és mások gyerekei hogy tudnak sikeres emberek, meg boldog emberek lenni. Tehát ebből a szempontból a siker mégiscsak fontos. A gimnázium 4 éve meghatározó volt számára. Az osztályukra jellemző volt, hogy sokat játszottak. Nagyon népszerű volt a dáma, az amőba és a sakk. A sakk az olyan szinten ment az osztályba, hogy a sarokba föl volt állítva egy sakkasztal, ahol folyton sakkoztak leginkább a fiúk, és az igazgatói engedélye volt az osztálynak ahhoz, hogy szünetben ne menjen ki az osztályból az, aki sakkozik. Tehát a sakk az egy nagyon fontos szempont volt, mert valahogy a diákok mindig szeretnek szünetben megmaradni az osztályba. És egy játékot nem mondtam, az volt a neve, hogy Mesterlogika, biztos többen ismerik, egy ilyen színkitalálós játék, 4 színt kell kitalálni, eltakarjuk, és ügyesen logikai úton rá kell jönni, hogy mi az a 4 szín. A logikai játékok azért is fontosak az életében, hiszen ezek folytán ismerte meg férjét. Az osztályban volt egy srác, aki ebbe a legjobb volt, ebbe a mester logikába ő volt a mester. És egy buszos osztálykiránduláson hosszú, unalmas út volt, egyszer csak megállt mellettem ez a mester, és megkérdezte, hogy akarok-e vele játszani ezt a logikai játékot. Ő lett a férjem. Nagy hatással volt rá, hogy anyukája óvónő volt, és 18 éves koráig minden napját az óvodában tölthette. Nagyon szeretett gyerekek között lenni, ezért is gondolta azt, hogy velük szeretne foglalkozni, és ő is szeretne sokat. 3 fia és 1 lánya van, és nem sokára bővül a család. És még egy fontos dolog,
hogy a Tamás egy-két héten belül apuka lesz, és ebből következik, hogy én és a férjem nagyszülők. Legközelebb dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója lesz a vendég, és ezzel a beszélgetéssel a programsorozat véget is ér. Március 15-től újra megnyitja kapuit a Kalocsai Képtár, tette közzé közösségi oldalán a festőművész Vincellér Imre, akinek állandó kiállítása ismét várja a látogatókat. Még 2017. júniusában nyílt meg Vincellér Imre, festőművész állandó kiállítása városunk egykori zsinagógája épületében, ami ma már a Kalocsai Képtár nevet viseli. A művész festményeinek otthont adó Hunyadi utcai galéria március 15-ével újra megnyitotta kapuját, ahová minden művészet kedvelőt szeretettel várnak. Vincellér Imre szemet gyönyörködtető festményei egy a művész által tett felajánlás útján kerültek hozzánk Kalocsára. A művekről korábbi magazinjainkban volt már szó, ahogyan magáról a művészről is megtudtunk egy kicsit többet, aki már 6 éves korában találkozott a művészettel. Akkor még a zenével ismerkedett, méghozzá zongorán, itt, Kalocsán, majd 15 éves korában ő úgy fogalmazott, sok minden miatt. Egy fordulat történt, és a képző művészet jobban érdekelte a zenénél, és hozzátette, habitusából adódóan sem a színpad embere. A művész szeret félrevonulni, szereti az erdőt, az embereket, de szereti a csendet is. Ennek megfelelően ebben az introvertált állapotban a festészetben talált önmagára. Ezek tükröződnek vissza alkotásain is, melyeket mostantól állandó kiállítás formájában sokak örömére ismét megtekinthet minden érdeklődő a Kalocsai Képtárban. Színes programokkal várják az érdeklődőket a Kalocsai Tomori Pán Városi Könyvtárban március 22-től 29-éig. Az esemény az Internet Fiesta nevet kapta. Péntektől a Városi Könyvtárunkban egy programsorozat veszi kezdetét, mely eltart egészen a következő hét közepéig. Az esemény céljáról Pécsi Vivientől, a rendezvény egyik szervezőjétől érdeklődtünk. Az Internet Fiesta programsorozat az már 19. éve kerül megrendezésre, és mi is a könyvtár is csatlakozunk ehhez már hosszú évek óta. Az internet használattal kapcsolatos problémákat fedjük fel, és ehhez minden évben tartozik egy témakör, ami idén az egészség. A rendezvény első napja pénteken lesz, amikor is a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen csak is számukra készülnek. Március 23-án Bodnár Erika fog az óvodásoknak egy manótornát tartani, ez egy zenés, mozgásos óra lesz, majd ugyanezen a napon 2 órakor gyermekkönyvtáros kolléganőm Rózsa Andrea fog tartani Necséta a természetben című gyermekfoglalkozást. Hétfőn előadásokon vehetnek részt a látogatók, melyek inkább a felnőttek részére szólnak. Interaktív előadást fogok tartani, az lesz a címe, hogy tájékozódjon okosan az egészségügy világában. Minden olyan témakört szeretnék érinteni, amely összefüggésben van mind az egészséggel, mind az internet használattal. Például olyan érdekességeket próbálok majd elmondani, hogy lekérdezhető a beteg életutunk az ügyfélkapunkon keresztül, vagy hogy találom meg az ország legjobb gyógyfürdőit, illetve milyen receptekkel kapcsolatos oldalakat találhatnak meg a felnőttek az interneten. Március 27-én egészség alakult néven lesz óvodásoknak ügyességi játék, majd az utolsó napon, március 28-án, szerdán, egészségnap lesz, mely a Szűrt ki, vedd észre fantázia nevet kapta. Az ellátogatók különböző alapszűréseken vehetnek részt. Az EFI iroda munkatársai fognak kiszállni a könyvtárba, és ők egy érdekes, ismeretterjesztő előadás után hasznos szűréseket fognak végrehajtani. Olyan általános szűrések, mint például a vérnyomásmérés, a vércukormérés, testtömegindex megállapítása, vagy testzsír összetétel megállapítása. A programokról tájékozódhatnak a könyvtár közösségi oldalán és honlapjukon a www.kalocsakkk.hu-n. Újra kinyílnak a boros pincék a Hajósi Pincefaluban a hétvégén. Tavaszi borkóstolásra várnak mindenkit, ahol ismét lesz lehetőség XL jegy megvásárlására is. Tavaszi borkóstolással csalogatnák a jó idő térségünkbe a hajósiak, hiszen a hétvégén imáron 6. alkalommal kerül megrendezésre a pince nyitogató rendezvényük, melyen kóstolásra kínálják a pincesor remek borait. Ezen az eseményen alkalom nyílik arra, hogy megtekintsük a boros pincéket és a bor készülésének fázisait. Itt mindenki megtekintheti azt, hogy hogyan és hol készülnek a borok, aki pedig egy éven belül mondjuk több ilyen nyitott pincés rendezvényen is megjelenik,
akár a boroknak a fejlődését is figyelemmel kísérheti. Itt nem a mulatozásról van szó, illetve a hatalmas nagy dínomdánomról, bár azért azt nem mondanám, hogy ilyen alkalmak nem alakulnak ki a tavaszi cimpenyétogató során. Szombaton 20 termelő legfrissebb borai mellett érettebb, komolyabb tételeit is megízlelhetjük. Általában most már 15-20 pince az, akik várják a videlátogató vendégeket. És hát a borok szempontjából pedig igen változatos a paletta. Majdnem minden pincében előfordul az, hogy legalább 5-6-7 féle bort is meg lehet kóstolni. A tavaszi nyitott pincenapokon a korábbi alkalmakhoz képest most kevesebb árus várja majd a látogatókat, de a jó bor mellé egy kültös kalács elfogyasztására lesz lehetőség. A bortúrára déltől várják a kóstolókat. A Hírlingen téren a Cabernet épületében lesz egy információs pont, itt lehet megváltani a bortúrára a jegyeket, amihez egy kóstolópoharat, illetve kóstolójegyeket, valamint egy térképet adunk, és konkrétan ezen a térképen be vannak jelölve azok a borospincék, akik nyitva vannak. Ahol most is lehetőség lesz akár XL jegy megvásárlására is, meg 2 liter bor kóstolására jogosít fel. Szombaton tehát a meleg idővel nem is, de nyitott pinceajtókkal, termelői borokkal és jó kedvel várnak mindenkit a Hajósi pincefaluba. Elkezdődött a bajnokság tavaszi szezonja a KSE asztali tenisz szakosztályánál is. Csapatunk az első mérkőzésen a lista vezető Kiskunmalsát fogadta. A KSE asztali tenisz szakosztályának megye első és másodosztályú csapatai folyamatosan készültek a bajnokság tavaszi fordulóira, a téli időszakban is. A játékosok hetente 2-szer, kedden és csütörtökön edzettek Farkas Zoltán segítségével. A kitartó munka pedig már az első Kiskunmalsa elleni fordulóban meghozta gyümölcsét. A vártnál jobb eredményt értünk el, hiszen ők a listavezetők ebbe az idénybe, és döntetlent játszottunk ellenük. 10-10, viszont a szettarány az nekik kedvezett, és így ők 2 pontot, mi pedig 1 pontot kaptunk tőlük. A KSE társulata egy jól összeszokott csapat, hiszen az elmúlt időszakban nem történt változás az összeállításban. Az itthoni mérkőzéseket Tásti Mihály játsza, és amikor megyünk más csapatokhoz, ott Szilasi Flóra erősíti a csapatot. És hárman, Farkas Zoltán, Rogács Erik és jó magam Németh Dávid vagyunk az állandó 3 főstag. A bajnokságban 4 fős csapatok versenyeznek egymással, jellemzően állandó kerettel, de minden alkalommal készülnek cserejátékosokkal is. 2-2 páros mérkőzés van, és mindenki játszik mindenki ellen, ugyanúgy párosba is, és ugyanúgy egyénibe is. Németh Dávid kérdésünkre elárulta azt is, hogy ha idejük engedi, a bajnokságon kívül is szívesen vesznek részt különböző versenyeken. Most Rogács Erik és Pásti Misi indult a Petőfi kupán március 15-én, ott a 3. helyet sikerült elhozniuk. Folyamatos versenyek vannak majdnem minden hétvégén, de mi inkább a közelieket és a bajnokságra koncentrálunk. Hogyha járunk edzésre kedden és csütörtökön, most jövő héten szerdán lesz a bajnoki mérkőzés, azért kell pihenni is, és a hétvégi bajnokság vagy hétvégi versenyek nem mindig férnek bele. Következő mérkőzését tehát Kalocsán várhatóan március 30-án a Dunaegyháza ellen játsz a csapatunk. A tavaszi szezonban pedig még 7 forduló vár a KSE együttesére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és iradónkkal legközelebb holnap jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!